nincs itt a Csengő utcai választók, és nagy tisztelettel üdvözlöm köreinkbe Leiber Szanikót, aki a motoros közlekedési szabályokról fog egy összefoglaló tájékoztatást adni. Takács Sándor százados urat, a megyei motoros rendőrök vezetőjét, ugye ő vele mindig jól jóba lenni. Anikóval is nevet mondtam, hogy néhány mondattal, és most nagyon sok új arcot is látok, és örülök neki. Először azt hittem, hogy is sok lesz a szék, most már látom, hogy kevés a szék, és föl is hívtam a civil átvezetőjét, hogy intézkedjek, hogy még széket hozzon ide, de nem biztos, hogy ide fog érni, akikre mire kell. Én arra számítok, hogy a jövőben még inkább kevés lesz a szék, és mindig többen jöttök. A előadóknak is mondom, hogy tavaly talán Laci barátommal még valamikor tavaly nyáron egy ilyen városi ünnepséggel találkoztunk és beszélgettünk, és a motorozás, mint motorosok között mindig előjön, mint szóbeszéd, és akkor vetődött fel az ötlet, hogy annyi motoros barátunk van, nekem is, nektek is mindannyian, és most mindannyian együtt is barátok vagyunk, hogy akár egy motoros egyesületet is létre lehetne hozni, és az egész motoros életnek egy szabályozott keretet adni. Nyilván mindig lesz olyan, aki majd külön kis baráti körbe, más baráti körbe fog motorozni, de valami szervezett, összefogott motoros életet itt Ajpest környékén megvalósítani. Az elnevezésnél már kicsit gondba voltunk, mert hát vannak kis motorok, közép kategóriás, nagyobb kategóriás motorok, ezért a Dajkai motorosok nevet használtuk, ami semmiféle motor besorolást nem tartalmaz, hanem mindenki, aki kedveli a kétkerekű járművet, háromkerekű, a hordakos is ugye, és aki kedveli ezt a fajta szórakozást, sportot, szabadidős tevékenységet. És úgy néz ki, hogy nem csak itt Ajkán is környékén, az országban is ez a sport, ez a motorozás egyre népszerűbb lesz, egyre nagyobb tömegeket vonz, és hát hallunk ilyen, olyan és amilyen esetet. És ezért azt gondoltuk, hogy az idei motoros szezonunknak az első ilyen alkalma, az első ilyen rendezvény az lesz, hogy mert azért évről évre mindig picit változnak a motoros szabályok, talán érdemes egy kicsit összefoglalni, mindenki azt hiszi, hogy piszkosul tudja a kreszt, és mindig marha jól közlekedik, mindig pontosan betartja a szabályokat, és akkor kiderül, hogy valamit rosszul tud, nem pont úgy tud, közben változott. És ez a mai nap ezt a cél szolgálja, hogy egy kicsit átfogó képet kapjon mindenki, hogy mai nap mit az aktualitások, és persze nem arról van szó, hogy most mindenki motoros jogosítványt fog szeretni, hanem az, hogy főleg akik, mint jó magam is, a régebbi jogosítványra rendelkezők, nem biztos, hogy mindig napra készek vagyunk mindenfajta változásból és mindenfajta új szabályozásból. És ezért kértem meg először az Ajkai rendőrkapitányságot, és a rendőrkapitányság a jelenlévő hölgyet és a Sándor kérte meg, hogy ebből a témakörből egy tájékoztatást adjon nekünk. Később, amikor ezen túl vagyunk, akkor Sándortól, aki a aktív motoros, és Anikó is. Van mit behozni. Lehet egyéb gyakorlati kérdéseket is kérdezni. Sándornak mondom, hogy van ilyen tervünk, hogy majd az év közepén ilyen ügyességi bemutató, gyakorlati bemutatókat is akarunk tartani, ahova szintén akkor szívesen meg fogjuk hívni, illetve segítséget kérünk ezeknek a lebonyolításába. Bízom benne, hogy arra majd a jelenlők közül akár lesz, aki jobban tudja, mint amennyire tanítjuk. Ilyen is lehet. Úgyhogy rövidben bevezető után én akkor nagyon nagy tisztelettel átadom akkor a szót, hogy foglalja össze nekünk nagyjából a motorozással mostani aktuális utolalomban. Én is tisztelettel köszöntök mindenkit. A motoros közlekedési szabályokat gyűjtöttem össze az 1975-ös KTM BM együttes rendelete alapján, vagyis a KRESZ alapján. Tulajdonképpen ugye ezekről lesz néhány szó. Persze ez nem jelenti azt, hogy a KRESZ többi része nem vonatkozik a motorosokra, tehát itt a fontosabbat szedtem össze, ami tényleg a motorosokat érinti, és majd a kollégám ebben a százados úr nyilván hozzá fog ezekhez szólni. Először is az irányváltoztatásról, irányjelzésről.
irányjelzést, irányjelző készülékkel kell. Irányjelző készülékkel kell adnunk. Amennyiben ugye a járművünk nincsen felszerelve ilyen készülékkel, akkor ezt karral, illetve jelzőtárcsával is meg lehet tenni. Természetesen csak olyan módon, hogy ez előről, hátulról, illetve a megadott oldalra is jól látható legyen. Tehát fontos az, hogy kézzel jelezünk, csak abban az esetben lehet, hogyha a járművünk nincsen felszerelve készülékkel. Ha van a motoron ilyen készülék, és az meghibásodott, akkor ezt meg kell javítatni, és csak így lehet vele közlekedni. És már most akkor magamhoznám a szót. Irányjelzésről beszélünk, irányt jelezni akkor kell, hogy lehet változtatunk föl, majd a képes valamelyet fordul, balra, jobbra, hátra, stb. Nagyon fontos, kimennek rezbe, de nem tudom, kik hoztam, hogy csak ha magázódást eltekintek, valahol szeretnék mindenki megszólítani. Kik hoztam, akkor az... Nyilván tudjátok, hogy az teljes mértékben kevés, hogyha az irányítás kapcsolót bekapcsoljuk mondjuk balra. Nem lesz elég, legtöbbször irányjelző bukott méretétől is függhet, hogy mennyire látszik hátulról. Nagyon sok motorról lehet látni ilyen apró, nagyon dizájnos, minősített, nem minősített irányjelzőket, nagyon szépek, gyönyörűek. De nem világosan, minden motoron a gyárát, a bárcsak példák is rendelkezik az, hogy jól mutatja a mögöttünk közlekedő számára, hogy mi a mi szándékunk, hogy jelölöljön. Tovább lépve ezen, az sem melég és elnyugodtak, hogy mielőtt befordulunk balra, a mögöttes forgalomról meg kell győződnünk, és kevés lesz a tükör. Így értek el, kevés a tükör. Nagyon sok baleset adódik abból, hogy a motoros nem látja a mögötte éppen előző, forduló, kanyarodó, bármilyen autót, biciklist, akárki. Mellett használjuk is nyakunkat. Mindenkinek van feje, nyaka, legyen ezt a mozdulatot és nézzük át, hogy hátul a pipa tükör oldalében mellettünk van, kevesebb lesz a balesetünk. Köszönöm. A párhuzamos közlekedés. Az autóbusz forgalmi sávban az autóbusz és a trollibusz forgalom zavarása nélkül közlekedhet a kétkerekű motorkerékpár, illetve a kétkerekű segédmotoros kerékpár. Illetve, hogyha a járműveknek útkereszteződésben, útszűkületben, vagy szintbeli vasúti átjárónál, vagy egyéb forgalmi okból meg kell állniuk, akkor az előre sorolás céljából is kétkerekű motorkerékpárral, illetve a segédmotoros kerékpárral is a járművek mellett, illetve között előre lehet haladni. Abban az esetben, hogyha az előrehaladáshoz van elegendő helyünk, illetve az irányváltoztatási szándékot jelző járműveket nem akadályozunk az irányváltoztatásukban. Hát a fentiek alapján tévhit az, hogy csak a tilos jelzésnél várakozó járművek mellett lehet előre haladni. Például akkor is előre haladhatunk, hogyha az autópályán forgalmi dugó alakult ki, és van elegendő helyünk az előre soroláshoz, akkor nyugodtan előre lehet menni. És megint csak fontos dolog az, hogy ha már Bussából kezdtük ezt a témát, Bussában közlekedhetünk, Veszprém megyében viszonylag kevés, elég kevés, alig van Bussáv. De nyilván nem csak itt motoroztok, ezt a megyében máshol is motoroztok, ahol több buszsában. A buszsávból visszasorolni abba a sávba, ami a személyautók közlekedésére szolgált, az különösen veszélyes. Ugyanis a járművezetője gépkocsit arra számít, hogy ő az ő sávjában halad, ami mellett van egy sáv még belülről, ott a gyorsabbak mennek, meg a menők mennek, külsőre csak a buszok mennek. Az azért a buszsáv, hogy a buszsávban a busz közlekedjen. Ez akinek B kategóriás soksia van és úgy vezet, nem számít arra, hogy a buszsávban a motoros megjelenhet. Ezért ha buszsávból soroltok ki balra, visszamenni sávba, akkor mindenképpen nagyon tekintően klasszikus hátadámodok mozgattal tegyétek meg. 2011 óta van lehetőségünk arra a Kressz alapján, akkor volt egy ilyen erősebb kerékpáros hatása lógyi Kressz módosítás, hogy a kétkerekű motorkerékpárra az állókocsisor mellett jobbról-balról elmehetünk. Fontos, hogy állókocsisor. Mit jelent ez? Egy tilos jelzésnél állókocsisor és éppen megindul, van még egy csomó helyünk, és azt gondoljuk, hogy mi még ott befélünk, mert a Kressz megengedi, de a járművek már mozognak, akkor nem mehetnek a szabályok alapján. De nyilván megtesszük azt, hogy bemegyünk, mert ezt nem tudom. Kövére, bővel, az, hogy jönnek.
felettünk, akkor nem annyira biztos, hogy jó dolog az, hogy bemegyünk oda közéjük, és ott elkezdünk silavizálni. Aztán, itt most kicsit lehet, hogy rosszabban vettem el a szót tőled, ne haragudj, kérlek. Na, vagy, csak nyugodtan. Ahhoz, hogy az álló járművek mellett biztonságosan el tudjunk menni egy dugónál, egy vasútjárjáronál, tudom én, bárhol vagy csomó autó áll, ahhoz fontos lenne az, hogy motorunkat úgy tudjuk kezelni, hogy ne ilyen százlábú módjára egyik lábunkról a másik találva, ugrálva, a kuplungot rángatva, gázhúzikálva menjünk és így a kormányt cibáljuk, azon nem menjünk egyenesen. Viszonylag kevés hely van autók között, és nem számít, mindenképpen számítanunk kell arra, nem tudhatjuk azt, hogy mikor ugrik ki egy autóból egy, tudom én, egy gyerekfej, vagy egy letölt sárvédő ladáról, Zillnek a platója, bárhonnét, amit nem tudunk úgy elkerülni, ha gyorsan megyünk, ész nélkül nyílgázzal, vagy az sem biztonságos, hogy egy toporgunk közbe-közbe. Hogy hogy tudnánk biztonságosan el... Egy kérdés az autópályáról beszélünk, hogy a leset esetén előre lehet menni. Mikor a leállóságot nem lehet használni? Nem, a leállóság. Statisztikátok kimutatták, hívnünk kell nekik, mert nem látunk, de hivatalosatok, a leállóságban történik a legtöbb halálos kimenekű baleset. Azért, mert a leállóságban nem csak az tartózkodik sokszor, akinek műszaki hiba miatt meg kellett állni, hanem az is, aki éppen egészségdolgát végzik, viszont ilyesmi. A leállóságot azt ne használjuk semmiképpen. Oda nem menjünk rá, a különösen veszélyes helyek közé tartozik. Megállás, várakozás. Kétkerekű motorkerékpárral, illetve segédmotoros kerékpárral egymás mellett két sorban, vagy az úttest széléhez viszonyítva párhuzamosan felvén is meg lehet állni. Ha a járművet az úttestből egy személyért, hogyha szélességnél többet ugye nem foglalnak el, ahol a várakozó helyet útborkalat ilyen jelzi, a egy gépkocsi részére szolgáló ilyen helyen két jármű is megáll, tehát két motorra is meg lehet állni. Illetve járdán a kétkerekű segédmotoros kerékpár és a kétkerekű motorkerékpár a 8-as bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetén, tehát hogyha a jármű a járda szélességének a felénél kevesebbet foglal el, vagy pont ugye a felé, tehát lefeljebb a felé, és a járdán a gyalogosok közlekedésére még maximum, minimum marad másfél méter, akkor is meg lehet állni, hogyha ezt a megállást jelzik rá, hogy az útvonalat jel nem engedi meg. Tehát ebben az esetben is meg szabad állni a járdán. Ez óriási előny számunkra, hogy motorra megállhatunk ott is, ahol egyébként fizetik én a parkolásért, vagy nincs a hely már a parkolóban. Na de Ne tegyük mellékvágára azt a gondolatmenetet, hogy akkor álljunk meg csak járdán, hogyha a gyalogosok elférnek tőlünk. Kettő fontos okból. Az egyik az azt mondta, hogy egyébként a motorosok respektje az már jó pár éve nincs ott, mint ahol lehetne, és sajnos a második évben kevesebb szabadon a helyet hagyó parkolások, azok tovább nem keresnek. Tehát, hogyha hagyunk egy méter helyet a járdán, mert nekünk szabad oda állni, akkor nem azt fogja mondani a kismama gyereket dolga, hogy ismerem ezt a motoros, de milyen buta, kire állt meg, bezzeg a többi, hanem azt mondjuk, hogy a motorosok nem tudnak rendesen parkolni. Kerüljünk el. Aztán, hogyha már mindenképpen megállunk a járdára, ez csak jó tanács, hogy próbáljunk meg úgy beállni a járdát, és azt nem szabályozza pontosan semmi, hogy álljunk a járdára úgy, hogy nem az első kerék legyen másfél méterre a járda túlsó oldalától, tehát nem a hátsó kerék legyen az útra, hanem inkább az első kerék. Például ez fontos lehet elindulásnál. Nem kell akkor megtennem azt, hogy elindultam, hogy rámászok a motorra, a nyújtást kapcsolok, beindult a motor, röpög, és akkor szépen kitolatok hátra, nem is tudom, hogy hogyan, mert tele vagyok ruhával, tarakok, meg nem látok semmit, és tolom ki magam az autók elé. Sokkal egyszerűbb, ha úgy indulok el, mint egy autóval is, hogy én a jobb oldalon parkoltam, akár járdán is, jobb oldalról leindulva, ha fogom a motornak a kormányát, akkor elnézek balra, és látom a járműveket, és nem mögöttem kell a holdrend mutatva kihoztatnom. A forgalomban résztvevő járművek kivilágítása,
a forgalomban résztvevő motorkerékpár tompított fényszóróval kell kivilágítani. Minden esetben, tehát nappal és jólátási viszonyok között is. Tehát ugye még az autóknak csak lakott területen kívül kell használni nappal a tompított fényszórót, vagy ugye ők menetjelző lámpával is kivilágíthatják járművüket, addig az fontos, hogy a motor csak tompított fényszóróval, tehát menetjelző fényjelök nem lehet ezt helyettesíteni. Mi lehet ennek az oka, hogy lakott területen belül is kell világítani a motorral? Vajon? Nyilván nem gondolkodunk ezen a pontosan. Még egy autónak a méretei miatt a láthatása, a látás képessége az nagyobb, mint a motoré. Ezért fontos számunkra a mi biztonságunk véget, és ezt a kressz alkotói, ezt a módosítói eszközökkel is említették, hogy akkor is kell a motorra a világítás, hogy lakottatunk belül közlekedünk. A mai motorkerékpárok már gyakorlatilag pár évvel ezelőtti konstrukcióktól fogva a mai napig és mostantól tovább úgy készültek, hogy nem tud a motorkerékpár üzemelni üzemszerűen, hogyha a tompított nem működik, hogy veszük ezt észre fel a gyújtást, elhozítom, már világít a lámpa, nyom az on gombot, abban a pillanatban elveszik a világításon, majd mihelyest jár a motor üzemszerűen, illetve visszagyúlnak. Viszont oda tették ezt a kis finom kis dolgot, hogy nappali menetjelző lámpával vagy tompított fényszóróval. Az új motoroknál ennek nincs jelentősége, mert vagy beleszerelték a gyárban a menetjelzőt, vagy tompított van benne, viszont a régi motorokra gyakorlatilag rá lehetne tenni ezeket a angyalszemnek hívott, biztos látosok ilyeneket, Audi-kon, BMW-ken, mindenki rendőrtére, és értek ezzel ilyen menő dolgokat, ami teljesen jó és jól néz ki, addig a pontig, míg nem jön szembe bennünk valaki, aki bosszant az a fény, amit angyal szemként én felpakoltam motoromra a lámpa köré, mert hogy marha jól néz ki, nem biztos, hogy jó, sőt valószínű, hogy nem jó. Minden ilyen felszerelés, ha gondolnátok magatoknak és a motorjaitoknak, minden ilyen felszerelés mindenképpen bevizsgált menetjelző lámpáktól és ilyen angyal szemeknek hívott eszközöket tegyétek meg, csak úgy magatokra is csináljátok ezt. Szembe jövő külete, fentő módon tudja zavarni. Személyszállításról, motorkerékpár pótülésén csak egy a saját biztonságára ügyelni képes személy szállítható, akkor, hogyha a lába a lábtartót eléri. Tehát egyértelmű ez a rendelkezés, korhatártól függetlenül ugye lehet a fenti feltételet meglétekor személyt szállítani. Az zárt utastérrel nem rendelkező motorkerékpáron és a segédmotoros kerékpáron utazó személynek becsatolt motorkerékpárban kosisakot kell viselnie. Ilyen járművel csak abban az esetben szabad közlekedni, hogyha be van csatolva a bukósisak. A három vagy négy kerekű segédmotoros kerékpárra a személyt szállítani csak akkor szabad, hogyha a járművezetője a 17. életévét betöltötte. Szépen leírta ez a személyszállítás passzus a rántunkról rész, viszont az a fordulat, hogy a pótülésén csak egy, a saját biztonságára ügyelni képes személyt szabad szállítani, akinek a lába a lábtartót eléri. Ezt kicsit, hogyha boncolgatjuk, akkor nagyon lazán átsikunk afelé, hogy a saját biztonságára ügyelni képes személy. Ez vajon mit akar? Nem, hát kétszer így. Vannak egész jó válaszok. Nem lehet részlet, lehet részlet. Az semmi nem tudja. Én ismerek, hogy rendet figyeljétek el, nekem a aki rendkívül sok alkohol képes meginni, és a sok alkohol hatására a járása és a stabil társa is akár jobb lesz, mint egy fintózanul. Én őt merem vinni magam mögött a motoron. Ő képes magára vigyázni. De beszéljük arról, aki 4-5 éves gyermek, akinek leér a lába a lábtartó. Beszéljünk egy, nem tudom, egy ezer CBR-ről, bármiről, hol láthatója a hátsüléshez képest. Bizony, miért tanulj, nem menjünk most a lelbe. De ha a gyermekemet ráültetem, aki most 3 éves volt, mert régen, akkor azon a bizony ráér. De hát nem bolondultam meg, nem fogom a 3-es kölykömet egy 130-60 leves motorral, hogy én egy métert sem, mert nem tudom, hogy is egyébként előttem.
Tehát ez a saját biztonságára ügyelni képes személy, ez egy ilyen nagyon szabad és tág fogalom, ami egy esetleges, ne adj Isten baleset esetén a bíróság gondol, és addig-addig gondol, ami mindenképpen azt fog kihozni, hogy a motorkerékpár vezetője lesz az okozója annak, hogy aki mögötte ült, nem volt a saját biztonságát képes megfogni. Úgyhogy gyerekeket ne vigyetek motoron. Nyilván, hogy ti tudjátok, hogyha egy 6 éves gyerek már kiválóan borszodik, és tudja, hogy a motor hogy borul, ültesek fel mögöttek, de csak úgy valaki kívül egy körre, nem hiszem, hogy jöhetek. Elromlott járvány vontatása, kétkerekű motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, valamint ilyen járművel, más járművel vontatni tilos. Tehát semmi nem mondhatunk senkit, és minket sem mondhat senki. Ez úgy bennmaradt a 75-ben gyártott Kresszből, de még többnyire olyan motorkerékpárokkal közlekedtek, amik alkalmasak voltak arra, hogy mellettőlegesek kuf megállnak. Beszélünk itt Pannoniákról, Danodiákról, bármiről. És milyen jó volt, hogyha az ilyen motorkerékpárral közlekedő ember, ami elromlott a mű, az erő, ami hagyja a motor, megfoghatott egy Lada bukócsövet, aztán szépen lassan hazament el az ember. Ez bennmaradt, erre készült ez a passzus, viszont továbbra is fontos dolog, nem kezdünk el vontatni motorral közlekedve munkaöcsénket, aki biciklőn ültük, azt mondjuk, hogy gyorsabb. Ne csináljunk ilyet, hiába is hiszük azt, hogy mi tudunk motorozni, akit vontatni akarnánk, ő nem fogja tudni azt, hogy mi mit akarunk csinálni a motoron. Hogyha mégis belemennénk ebbe, és ha mi fordulunk, ő nem tudja, hogy mi fordulunk. Ugye ez teljesen más autónál. Teljesen más, hogyha mögötted ül valaki, de hogyha két különböző járműről beszélünk, ha te fordulsz, nem fog fordulni. Nagyon nagy a baleseti veszélyforrás ennek a dolognak, ezért fontos az. Mit kell, hogy tudjon a motorban is, mivel kell felszerelni a motorunkat? Először is ugye egy rendszám, amely a motorkerékpáron hátul kell elhelyezni. Láthatóan, így van, tehát látható helyen, úgyhogy jól olvasható legyen, és a járművön ne nyúljon túl. Kell két egymástól független fékrendszer, tehát egy első és egy hátsó, valamint kötelező a hangjelző berendezés felszerelése is. A motorkerékpár vezető és utas ülését úgy kell kialakítanunk, hogy az ülésen helyet foglaló személy a lábait megfelelően meg tudja támasztani, és az utas kapaszkodási lehetőségét is biztosítanunk kell. A motorkerékpár továbbá fel kell szerelnünk egy olyan támasztó berendezéssel, amely a motorkerékpárt álló helyzetben rögzíteni képes. Van egy-két rendelet, ami a Kresszünket alátámasztja, hogy miről is beszélünk, ez a köhény. Bárhogy javott már róla. Ez több ponton szabályozott, hogy rendszámtáblák. Aki gyári motort vezet és hajt és nem akarja átalakítani, ez nem fontos, a gyár tudja a kritériumokat, ott teszi fel a rendszámot, oda teszi fel, ahol nem ilyen kell neki. Nyilván nem jön túl a motoron, ez logikus dolog, hiszen az, aki azt akarja, hogy a motorom eddig tart, aztán még mikor azt a rendszám. Ilyen persze szerintem nem létezik. Viszont az fontos dolog, és ez talán nem biztos, hogy belefutunk ebbe egyébként, hogy olyan helyen legyen, ahol könnyen leolvasható a rendszám. Hát itt jelentkez. Könnyen leolvashatóság az azt kell, hogy jelentse, egyrészt, hogy ne hajlítsa meg a plakett kártyától megvásárolt rendszámtáblát ilyen alakban, amint a gumi, és hosszabbítsa meg ezzel a sávvédőt. Igaz, könnyen leolvasható, hogyha mögé állok a motornak, és sem tudom olvasni, ez teljesen jó. Akkor bele fog jönni mindenből, és ami szabályos. Szoktatok látni talán épített motorkerékpáron a hátsó kerék tengelyére kihelyezett, illetve a hátsó láncvédő ív környékét kérdett rendszámtáblát kicsit meghajtva. Még az is jó, a kövényünk a szabályozza, hogy nem lehet a hatósági jelzés alsó pontja lejjebb, mint a motor alsó pontja. Mit jelent ez? A motornak megnyitjunk dőlésszögje. Dőlésszög határán legelőször a lábtartónk, aztán minden más utoljára a fejünknek. Amikor a lábtartó kutatója leér, annak följebb kell lennie gyárilag, mint a hátsó kerék mellé kirakott hatósági jelzés. Viszont
azt az égvilágon semmi nem tiltja, hogyha a hátsó kerék mellé kihelyezett rendszámtáblát én 90 fokban elpróbítom, úgyhogy nincsen meghagyva. Tehát ha mindenképpen akartuk motort építeni, építsetek egy motort, bárhogyan, bármennyire is jó lesz, sem ezt motorozhatok. Tegyétek rendszámtáblát, dologba akarjátok, csak nézzétek a motort, hogyha eldöntitek balra, nyilván nem teszik tőle minek, rendszámtáblát, eldöntjük balra a motort, amikor leér a motor, mert egyébként gyári pontja, akkor rendszámtáblánk az lógyul azon belül, hogyha elfordítjuk 90 fokkal, akkor az még úgy jó, hogyha nincsen meghajtva. Azokról, a rendszámtábla elhelyezési formákról külön eszét lehetne nyitni, amik a hátsó ülés alatti kerékjárati ívben vannak szépen elhelyezve. A régebbi nagyon vagány, nagyon ügyes, nagyon kemény sportmotorok, most a sportmotorosoknak gyakori szokása volt, hogy egy ilyes kis bótrend szereltek a váz köré, amit esetenként meghúzva a hátsó rendszámtábla hopp fölpattant, és már is nem látszott semmi belőle, illetve most már az lehet év már simán egy nyomógomból megoldható az, hogy a rendszámtábla csak úgy behajlik valahova. Persze meg lehet tenni, de minden. Mindenképpen arra vágyik, hogy rész nélkül közlekedjen, és ne a kresszabály betartó közlekedjen, ami több mint 30 éve már szolgálja az életünket, biztonságunkat, az menjen két pályára, olyan pályára, ahol nem is kell rendszám. És úgy motorozik mindenki jó jobban. De a közúton a rendszám, tehát a nagyon olvasható több okból fontos ez, csak egy dolgot emeljek ki, milyen is rendszámtában így közlekedünk, a járművet vezetők okkal vélik azt, hogy olyan motoros jön velünk szembe, aki hajlandó arra, hogy a tükrünket is lerúgja, mert olyan típusú ember. Úgy hiszem, hogy összejövet ennek a célja és a csoportosulásnak is valamilyen szinten alapelve a biztonság. A szabályosságon túl a szabályosság látszatát is így kell tenni. Egyébként azért, hogy a motorosoknak a respektje, ahogy mondtam az imént is, az megint oda kerüljön, ahova érdemes. És végül a vezetői engedély kategória. Az AM kategória, ugye ez legfeljebb 55 cm-es segédmotoros kerékpár vezetésére jogosít fel minket, ahol a tervezési sebesség maximum 45 km/h. Itt ezt már a 14. életében betöltött személy megszerezheti ezt a vezetői engedélyt, és segédmotoros kerékpáron nyújtásra lehet szállítani. Az A1 kategória itt a betöltött 16. életét dominál, itt maximum 125 köbcentiméter és 11 kW-os motorkerékpár vezetésére jogosít, valamint segédmotoros kerékpár vezetésére, motoros tricikli vezetésére 15 kW-ig, lassú járműre és pótkocsijának mondhatására, kerti traktorra, állati erővel vagy járművek vezetésére. Kezdővezetői engedéllyel 2 évig utas nem szállítható, illetve 2 év után már utánfutót is lehet vele bontatni. A kezdővezetői engedélynek számít, az első vezetői engedély megszerzésétől számított 2 év, tehát addig minősül kezdővezetői engedélynek. Az A2-es kategóriait a 18. életévtől lehet ezt megszerezni, 25 és 35 kW-os motorkerékpár, valamint ugye az A1-es kategóriába tartozó motorok vezetésére jogosít fel. Az A-korlát van, itt az A-vezetői engedély megszerzéséhez, vagy már rendelkezni kell legalább 2 éves A1 vagy A2-es vezetői engedéllyel, vagy be kell tölteni a 24. életévet. Itt már bármilyen löket térfogató és teljesítményű motorkerékpár vezetésére jogosítani minket. Itt is fontos, hogy 2 évig ugye utasra lehet szállítani, ha kezdővezető engedélyünk van, 2 év után pedig már utas is szállítható, valamint utánfutót is lehet vontatni vele. Hát ehhez nincs semmi mondanom, szépen. Viszont van kérdés. Ha megvan az A1 kategória, onnan indul a 2 év. Hogyha nekem volt A1, utána teszek egy A2-t, akkor megint 2 év indul. Tehát minden kategória letételekor indul a 2 év. Tehát az egy korlátban. Nem volt kérdés. Nekem van, csak kihagyom. És az első számít a kezdés. A kezdő. Tehát az kezdő. Amit először megszereztél, a legelső vezetőjegyzéjettől fogva 2 évig számít, az kezdő vezetőjegyzéjettől.
Igen, igen. Tehát, hogyha most megcsinálom az A1 után megcsinálom az A2-t, akkor már nincsen. Tehát az A2-es kategóriában már két év eltelt. Tehát onnan már nem indul újra, mivel az új kategóriában. Úgy újra, nem, úgy nem indul, úgy nem indul újra. Ja, nem, hogyha egyszer van egy A valamilyen kategóriát, az már egy A valamilyen kategória, az kettő év múlva meg szűnik kezdeni. Jó. Igazából én ezeket a fontosabb szabályokat képítettem össze a KRESZ alapján. Tudod, a fejben sok minden van még.